Ma este 9 órakor kiengedték a Váci börtönből Budaházi Györgyöt. A nagy sajtóérdeklődés mellett barátai és családtagjai várták, miután Novák Katalintól kegyelmet kapott. A Hunnia mozgalom egykori vezetője szabadulása után megköszönte, hogy szabad lábra kerülhetett, ahogy fogalmazott, 14 évnyi koncepciós eljárás után. A Sándor Palota közleménye szerint a pápa látogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen. Ezért a köztársasági elnök arról döntött, hogy ebből az alkalomból széles körben ad kegyelmet. Közöttük vannak a Hunnia perként ismerté vált ügyben jogerősen elítéltek, akik esetében a szabadságvesztés felfüggesztéséről döntött. Budaházi Györgyöt terrorvádak miatt ítélte a bíróság 6 év börtönre. Nagyon jó érzés, főleg annak fényében volt ez különleges ez a mai nap, hogy ebben a mocskos koncepciós ügyben már 4-szer voltam börtönben, és 3-szor úgy szabadultam, hogy egyből haza házőrizetbe, ugye vittek a rendőrök, és ez az első, hogy szabad emberként kivértem a börtönből, és hittálok az Istvánt, tehát számomra ez egy felemelő érzés, úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a közszerség elnök asszonynak, az igazságügyminiszter asszonynak, és minden döntéshozónak, aki ebben a kegyelmi döntésben szerepet játszott, hogy végre megszabítottak ettől a koncepciós meghurcoltatást, ami 14 éve tart.